Várj, egy kis hangerőt még tolok rá, mert ez lószar. Így. Na ez így jó lesz. Ne sziasztok, fiúk és lányok! Én Béturbo vagyok, és amit láthatjátok, ez itt a Dungeon Nightmares 1. Igen, ennek már megy, van 2, 3, 4, 20 része. Úgyhogy nem tudom, hogy mi ez, viszont mint ahogy láthatjátok, a fejhallgató használata erősen ajánlott. Úgyhogy teljes mértékben ez jól fog jönni, mivel itt van a fejemen, sötét van idézőjelbe rakva, itt vagyok a kis bezárt kis kuckóba, úgyhogy ennél jobban szerintem a feltételeknek eleget se tehetnék, úgyhogy szerintem kezdjünk is bele, hogy milyen ez a kis játékocska, hiszen pont azért vagyunk itt. Na, nézzük akkor. Az korrekt! Az korrekt! Mi ez a fénymennyiség, hogy valaki redektesse meg a bimbóját? Na várj, de ho... Táj! Oké. Artifact found. Na, teljesen jó, akkor... Jó, nagyon szuper. Jó, hogy ez így nyílik! Én kérek elnézést! Teljesen korrekt. Várjál, van két izém gyertyám. Hogyha teljesen sötét lesz, akkor föl kell oltani. Aha! Jézus Atya Úristen, Szent Viharának a bokritája! Ez mi a szar? Ja! Hogy ez miért kell minden ilyen játékban? Milyen izé volt az ott sámán a szögök út közepén? Na várjál, na haladjunk. Az a jó, hogy a epic köd van. Tehát nem tudom, hogy ez mennyire látszik. Köd van a köbön, úgyhogy teljesen jó ez a dolog. Úgyhogy látom. Jó, találom kell több gyertyát. Én találok neked több gyertyát, kérlek szépen. Ha kell, valahogy bekap... Na várjál. Na, haladjunk erre. Ez szerintem teljesen jó, jó irány lesz arra, hogy... Hogy én itt megdögöljek itt a sarokban. Na várjál. Egy gyertyát azért gyújtottam, mert itt azért most már eléggé sötét van. Ennyi van. Hát ez lószar. Na nem baj. Haladjunk, akkor menjünk erre. Ugye előbb itt volt valami kis jó fej. Hú, de rohadt hangos a fülhallgatóm, hogy a rohadt Isten rohassza rám az eget, hogy még följebb is húztam a hangerőt. Mekkora hülye voltam. Na várjál, haladjunk. Ó! Csontika! Szerbusz! Mi újság veled? Láttam, jó volt a buli, elég hardcore-ba toltad. Úgy kiütötted magadat, hogy itt is maradtál. Na, haladjunk akkor erre. Teljesen jó irány lesz. Ah! Mi az anyádért van ilyen sötét? Mindjárt megdöglök, mi? Mi az anyád volt ez? Hú! Csonti again! Vagy ez ugyanaz? Nem! Ez lesz Sanyi! Na! Teljesen korrekt! De mi az anyád volt ez az izé atom sötét? Na várjál! Press B to blow. Az jó. Várjál. Aha! Teljesen korrekt, akkor el is lehet fújni a gyertyát. Teljesen jó. De és hogyha én nem akartam elfújni, nem csak úgy véletlen jött, akkor mi a izé van Szent Viharra? Na várjál, ott van valami fény. Ó. 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 Ez az! Az első éjszakát túléltük! Ez az! Még egy éjszakád van, míg meghalsz. 2 óra 54 34%. Hát ezt javítani kell. Hát ezt javítani kell. Aha, az nem túl bizalomgerjesztő mondat volt. A dungeon most még sokkal durvább lett. Köszönöm szépen. Na várjál. Oké. Oké, az összes létező titkos ládikát találjuk meg, ha képesek vagyunk rá. Én képes leszek rá, oké. Én képes leszek rá. Én képes leszek rá, teljes mértékben hiszek magamba. Hiszek a képességeimben, miszerint én... Szia Sanyi! Miszerint én erre képes vagyok. Úgyhogy ezt meg fogom oldani. Közben pedig valami epic izé van itt a háttérben. Várj, egy gyertyát gyújtottam, mert itt eléggé durván bekapcsolt az, hogy sötét van.
Ez az egen, nem látok sem erre. Hú, Csonti! Hát veled meg mi a Szent János bogara van. Legalább az összes fogad meg volt még halálodkor, teljesen jó, örülj neki. Na várjál. Aha. Teljesen jó. Teljesen jó. Na, akkor haladjunk egy kicsit a sötétbe. Egy kicsit olyan feelingem van, mint amikor Indiana Jones-t játszanak a kicsit keményebb feelingbe. Szóval mi szerint neki meg kell találnunk itt. Mindjárt megdöglök, mi lesz az elszom előtt? Ott van. Ugye nem fogsz engem bántani. De mi a szar volt ez, ami itt magyarázott a fülembe? Hallod? Az ilyesfajta suttogást nem szeretem. Úristen, na várjál. Én azért nem tudok lámpát oltani. Ja de, tudok. Mi az anyád? Hogy lenne veseköved, amit ki kell húgyoznod? Na várjál. Itt semmi nincs. Ja de, teljesen jó. Ez az, aranyrudat találtam. Csontvász! Kapd be! Arrébb is löklek, tessék, ennyi vagy! Szar vagy! Szar vagy! Na várjál! Így, teljesen jó, ki kell, hogy innen lökjelek, halod? Már megbocsássál, de eléggé durvány... Na, itt a kereszteződésben elég jó leszel. Na. Útelágazás, elég kemény szó. Ja, várjál. Nem. Le lehet sprintelni? Jó tudni. Mi történt? Ja, hogy itt csak ledőlt valami szar. Ja, jó, ez nem érdekel. Ezek ilyen túl easy dolgok, túl easy dolgok. Na várjál. Nem látok lószart se, hallod? Olyan szinten nem látok semmit, szerintem többet látok ti a kijelzőtökön, mint én a saját kijelzőmön. Úgyhogy teljesen... Wow. Sanyi már megint! Na várjál, ez nem Sanyi, ez Isten bazd meg! Úristen bazd meg! Jó! Ez már valami! Na várjál! S én innentől kezdve már nem érdekel semmi! Semmi és senki! Futunk előre! Hol vannak még itt olyan aranyludak? Miért álltam meg ilyen hirtelen gyorsan? Ja, elfáradtam. Tényleg szia! Elnézést kérek, hogy ez ilyen rövidre sikeredett, ennek még tuti lesz folytatása, mivel elég kis izgalmas játékról van szó, és úgymond egy kicsit hosszadalmasabbra el lehet nyújtani, úgyhogy én biztos, hogy még játszni fogok vele. Én nagyon kirögtem magamat így a utómunkázatok alatt, miközben visszanéztem a fejemet, remélem jól szórakoztatok, én B-Turbo voltam, remélem jól szórakoztatok, legyetek jók, sziasztok!